Köszöntöm az internet nézőit, Moldova Ágnes vagyok. Vendégünk, légy olyan kedves, magad mutasd be magad, a leglényegesebbet mondd el magadról. Belő Imre vagyok, a Férfiak Klubja alapítója, közgazdász vagyok, társadalmi felelősséget érző közgazdász. Tehát én nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy vajon mi a közgazdász, az mit is csinál, és végül arra jutottam, hogy maradjunk a magyar szónak az értelmezésénél, és én azt gondolom, hogy a közgazdásznak az a dolga, hogy a közös dolgainkkal gazdálkodjon. És egy ilyen közös dolgunk mindenképpen a férfi-nő szövetség helyreállítása, a családoknak a megerősítése, mert a családokból lehet olyan terveket, szándékokat, közös célt meríteni, ami akár egész társadalmakat is előre visz, és ebből a férfiak nagyon elkezdtek hiányozni, és én a férfiaknak a motiválásával foglalkozok a Férfiak Klubjában. Nagyon izgalmas, mert nemrég mondta egy nagyon kedves barátnőnk, hogy igazi férfiben még eddig csak nőt ismert, de hát ez lehet, hogy egy identitás. De valóban, ha jól látom, akkor tisztelet a kivételnek, felpuhultak a férfiak, férfi attitűdjei. Te hogy látod férfi emberként? Általában is puhulóban van a világ, legfőképpen azért talán mondhatom, mert megszűntek a külső normák. Tehát korábban azért voltak olyan szabályrendszerek, amit például a vallások fenntartottak, amihez tudtunk alkalmazkodni, és tudtuk mérni magunkat. Én azt szoktam mondani, mi nem szoktunk vallási ilyen megközelítéseket tenni, de nagyon érdekes, akár kulturális szempontból is, hogy a 10 parancsolat az ugye egy 3500 éves parancsolat sor, és én nem hiszem, hogy valaha is éltek volna olyan papok, akik azt gondolták volna, hogy azért mondják, hogy tartsd be a 10 parancsolatot, mert elhitték azt, hogy majd egyszer lesz egy olyan világ, hogy tényleg senki nem fog lopni, és senki nem fog a más feleségére ránézni. Azért mondták ezt olyan hosszú idő óta, mert ez egy olyan mérce, amihez képest mérni tudjuk magunkat, hogy mi alatta vagyunk, vagy fölötte vagyunk, és igyekezni lehet afele a mérce felé. Most minden ilyen külső mércét lebontatom, mindenki maga ítéli meg, hogy ő éppen hol tart az életében, éppen értékes-e vagy nem. Nagyon sok ember ezáltal menekülésre vette, behunyt szemmel menekülnek a munkahelyekre, a kütyükbe, a mindenféle szenvedély betegségekbe, és ebben a férfiak ugye főleg a városiasodás kapcsán, ami osztályrészű jutott a férfiaknak, az, hogy ők a munkahelyekre vonultak vissza. Nem nagyon van sem a családokban otthon a férfi, sem a társadalmi életben, tehát majdnem minden egyesületet, rendezvényt, alapítványt, bármi, ami a kisebb közösségek életét befolyásolná, vagy szebbé akarja tenni, azt zömmel nők, vannak férfiak is, de nagyon-nagyon kevés, zömmel nők intézik. Nők csinálják minden önkéntes munkára is. Nagyon-nagyon-nagyon kevés férfit tudunk ugye bevonni. És emiatt a férfi értékek örökítési lánca nagyobb sérülést szenved, mint bármikor ezelőtt, több ezer év alatt. Egyszerűen nem öröklődik, és ez okozza a férfiak általános térvesztését, felpuhulását és menekülését a munkahelyekre. Gábor, neked van egy férfi köröd, azt hiszem, hogy éppen a templomod körzetébe. Miért szerveződött, hogy néz ki egy ilyen férfi gyűlés, és milyen fajta célja van, illetve milyen fajta hozadéka? Imrétől kölcsön veszem ezt, társadalmi felelősséget érző lelkész vagyok. Nem tudom, hogy lehet-e másféle is lelkészként az ember, de engedd meg, hogy egy kicsit még visszalépjek, mert azon gondolkoztam itt közben, hogy milyen régi ez a probléma. Hát az ember teremtésével kezdődik a Biblia szerint. Ugye a kérdés, hogy mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás, a válasz az, hogy a kakas volt előbb. És a teremtés történetben ugye mindjárt megjelenik a teremtés napján a probléma, a szabad akarat próbájában, hogy hát kisiklik az első megállapodás az örökkévalóval, és vesznek a tiltott gyümölcsből, ugye az Úr azt mondta, hogy ne vegyetek, de Éva azt mondta, hogy miért ne, és akkor megtörténik a baj, és rögtön elkezd a férfi az Úr előtt mentegetőzni azzal, hogy a nő, akit te adtál mellém, ő mondta, hogy ezt tegyem, és ezért tettem a gyümölcsbe. Tehát a dolog nagyon ősi és nagyon mélyen van, de ez csak így most jutott hirtelen eszembe, hogy ez nem 21. századi probléma, ami miatt meg nekem van ott a gyülekezetben egy kis férfi köröm is,
de van vegyes kör is, meg van női kör is, hogy, hogy talán, néha, legalábbis néha érdemes ilyen körben beszélgetni arról, éppen arról, amit Imre is feszeget, hogy, mi az, ami miatt ugye elbizonytalanodnak a férfiak, mi az, ami miatt a felelősséget szívesen áttolják nőkre, hol is van az ő szerepük, mert ma már mindenhol, még a hadseregben is megjelentek a nők is, pilóta nők is, vagy hát van, ahol a magas rangú vezető is nő, rendőrkapitányt is láttam, már Csepelen volt női rendőrkapitány is. Megemlékszem egy 90-es évek elején egy emlékre, amikor egy konferencián Moszkvában részt vettem, és akkor bontakozott ki a délszláv háború, és ott az asztal körül az európai népek képviselői vitatták meg ezt a helyzetet, mi legyen, és engem is kértek hozzászólásra, és azt mondtam, hogy körülnézek, nem látok sehol egy nőt se, és hogy nem lenne jobb, ha mi most szépen hazamennénk, és ki kell küldeni a feleségét, hogy beszéljék meg a nők, hogy le akarják előni egymás férjét, fiát, apját, és így tovább. Tehát valahogy mindig vagy magyarázkodnunk, vagy mentegetőznünk kell ezen a területen, de külön összejönni a férfiakkal, ahol, vagy udvariasságból, vagy szorongásból nem kell állandóan megvárni, hogy rájuk kerül-e a sor a megszólalásban, ki lehet beszélni ezt a problémát is. Zsolt, hát többféle státuszban vagy itt, közgazdász, rádiós műsorvezető és mentálhigiénés szakember. Szeretettel köszöntök mindenkit, valóban alapvégzettségemet tekintve közgazdász vagyok, viszont folyamatosan azt éreztem, hogy a munkámból hiányzik az, hogy, emberekkel tudjak foglalkozni, és valahogy a számok mögött a lelket is jobban meglássuk, hiszen minden szám mögött és emberi élet mögött valódi tartalom, nehézségek és problémák vannak. És igazából ez vezérelt abba az irányba, hogy akkor elvégeztem mentálhigiénés képzést, és, ez végül is ezzel nem állt meg, mert szeptemberben kezdtem a családterápiás és párterápiás képzést. És visszatérve a kérdésedre, abszolút érintett vagyok a témában olyan szempontból, hogy, én a saját bőrömön keresztül tapasztaltam azt meg, hogy milyen csonka családban felnövekedni, és milyen egy olyan családban nőni, ahol, mondjuk nincsen meg az a férfi vagy, apa példakép. És talán pont amiatt, mert, az élet során nagyon sok olyan nehézségbe vagy kihívásba ütköztem, amivel, mind az önismereti, mind a pszichodrámás foglalkozások során foglalkoztam, és, nyilván én az a típus vagyok, aki, szereti kipakolni a köveket és a sziklákat abból a bizonyos hátizsákból, és hogyha kipakolta, akkor ez a, pakolás során szerzett tapasztalatait szereti megosztani másokkal is. És talán ez inspirál arra, hogy, ugye a témában is elkezdtem írni. Most pont fut egy, cikksorozat a Férfiak Klubjában is, ami, ezt a témát boncolgatja. És igazából abszolút egy segítő szándék, mert ugyanazt érzem én is, amit az előttem szólók is, említettek, hogy, nagyon nem jellemző az, hogy mi férfiak foglalkozzunk a lelki dolgokkal, illetve azokkal a sérelmekkel, amik, mondjuk korábban érhettek bennünket, mert hogy valahogy a mostani társadalmi sztereotípiákba az talán annyira nem illik bele, nem annyira férfias, nem annyira macsó, hogyha mondjuk egy férfi is elkezd foglalkozni az érzékenyebb oldalával, holott úgy gondolom, hogy ettől függetlenül azok a sebek és a terhek ugyanúgy nyomják őt, és ugyanúgy benne is ott vannak. Tehát, hogy én ezzel szeretnék így, amit én is megtapasztaltam, ami nekem segített, megosztani az emberekkel, hát ha ezen keresztül én is tudok nekik segíteni. Imre, ha egy keveset beszélnél arról, hogy honnan jöttél, honnan van benned egyáltalán ez a fajta útra való, és mit szándékozol tenni vele? Én Csíkszeredában születtem, és eredetileg a Bukaresti Közgazdasági Egyetemen kezdtem, onnan kaptam egy ösztöndíjat a Budapesti Közgazdasági Egyetemre, és úgy
ragadtam itt, hogy az egyetem utáni kapcsolatrendszerem már nagyon ide vonzott. Talán én egy olyan értékrendet hozok magammal, ami a valódi vidéki értelmiségi értékrend. Tehát az én felmenőim unitárius papok és tanítók voltak erdélyi falvakban, több generációra visszamenőleg, és én azt láttam, hogy a vidéki, azért érdekes a vidéki értelmiség kategóriája, mert nagyon közel áll ahhoz a csoporthoz, akik közöttük értelmiségiek, hiszen egy faluban mondjuk volt a pap, a tanító, az állatorvos, meg nem tudom, meg két, három, négy értelmiségi volt, és valahogy bennem az csapódott le, mert ezt soha nem tanították, hogy akinek nagyobb lehetősége volt, több lehetősége volt tanulni, vagy tapasztalatot szerezni, utazni, olvasni, másfajta emberekkel van kapcsolatban, akik keresztül valamiféle magasabb rendű tudáshoz jut, azoknak ezen arányosan nő a felelőssége a többiek irányába. És valami miatt én az egyetemen is, amikor szakirányt kellett választani, akkor a közszolgálat szakirányt választottam, mindenki meg volt rökönyödve, miért közszolgálat eleve. Ez is nagyon nehezen megfogható dolog, de nekem egy teljesen egyértelmű, hogy mi az, hogy közszolgálat. Holott ugye én vállalkozóként és később banki szakember lettem, azután iparvállalati felsővezető voltam, nagyon fiatalon, 25 évesen talán én voltam Magyarország legfiatalabb csúcsmenedzsere, vezérigazgató helyettese voltam egy gyárnak, ahová nem az apám kapcsolatai juttattak be, hanem ugye én itt egyedül indultam neki a világnak, majd a saját vállalkozásaimat csináltam meg, és én aktívan kerestem azt, hogy mire lehetne áldozni az én életem, hogy mi véget van az a rengeteg tapasztalatszerzés, amiben engem beresodor az élet. Valami célja csak kell ennek lennie. És nagyon örültem, amikor 40 éves koromban a családom, ugye megszülettek a gyerekeim, és a vállalkozásaimat is úgy nem, már nem volt annyira komfortos, és akkor megtaláltam magamnak ezt a missziót, mert ez egy óriási feladat, hogy ezt az egész férfi ügyet egy nagyon a mi kultúránk alapján napirendre tudjam tűzni, és ezt azért tartom fontosnak, mert én azt látom, és a két könyvet is írtam erről, hogy a mi kultúránk válaszokat ad. Az én dédnagyanyám, nagyanyám még élete abszolút 21. századi válaszokat, mindössze csak adaptálni kell az internet korára, a városra, de az emberek együttműködése, az emberség, maga a kulturális gyökerek, azok abszolút ma is teljesen értelmezhető dolgok, amik teljesen jó kapaszkodót nyújtanak mindenre. És ezt le tudom fordítani. Azt hiszem, hogy ez az én egyik fő erősségem, hogy mivel én erről beszélek, az emberek rögtön felismerik, mert hogy ez bennünk van egy kicsit. Tehát nem valamiféle amerikai, vagy bár távol-keleti filozófia, vagy valami mesterséges elmélet mentén, mert van, rengeteg elméletet csinálnak, hogy hogyan kell pontosan technikailag vitatkozni, kibékülni, hanem a mi kultúránkra alapozottan sokkal könnyebben felismerhetőek ezek a képletek, amik segítenek az embereknek azon, hogy együtt boldoguljon férfi és nő, és a férfi a férfi mi voltába ki tudjon teljesedni, nem csak a munkavállalói mi voltába, vagy a szakmai, orvosi, mérnöki, egyéb, nem csak férjként, nem csak apaként, hanem a főgyökér a férfi ágon is értelmet lejjen az életébe is. Itt egy nagyon fontos kérdés van, hogy csak is egy nőhöz képes lehetünk férfiak. Tehát ha csak férfiak élnénk a világon, akkor nem lenne érdekes, hogy mi férfiak vagyunk-e, vagy nem. Tehát a férfi létnek mindenképpen egy nővel együtt, a nőhöz képest, a nővel szövetségben jelenik meg egyáltalán a tartalma, hogy mit tudunk mi hozzátenni a világhoz. És itt arról van szó, ugye, hogy teremteni, egészen biztosan nem arra születünk, hogy munkahelyen dolgozzunk, hanem arra születtünk, hogy teremtsünk, létrehozzunk, jövőt alkossunk, önmagunkat a jövőbe repítsük, az értékrendünket át tudjuk adni. Tehát ezek a dolgok, amiket nyomként magunk után hagyhatunk. Az, amit a munkahelyen fölépítünk, azt ma holnap lerombolják, vagy most olyan munkahelyek vannak, hogy ők mondjuk a multinacionális cégnél az ajánlatírásoknak is csak a piackutatási részével foglalkozik. Az azért nagyon nehéz teremtő munkaként felfogni, de a teremtésben, ami a mindenkinek vágya, hogy nyomot hagyjon maga után, azt egy férfi csak is egy nővel közösen, majd, hogy nem aztán a nőn keresztül tudja megtenni. És ezért nagyon lényeges, hogy mit teszünk mi hozzá férfiként a világhoz. Hogyan kötünk szövetséget egy nővel, hogyan tudjuk ezt fenntartani,
úgy, hogy ma azért nagyon sok minden zilálja ezt. Tehát én erre tettem föl az életem. Én nem tudom egyenesbe tenni azt, hogy mik a férfi szerepek, mik nem. Bizonyos szempontból persze igen, de Gábor, milyen plusz férfi tulajdonságokat kell vinni neked háromszorosan is? Mert nagyon nagy intézményt vezetsz, és a társadalom szélére sodródott ember tömegekért kell felelősséget vállalni, ha nem is apaként, de vezetőként és segítőként. Van neked egy gyönyörű nagy családod, akit vezetned kell, és van egy csomó olyan dolog, ahol hozzád fordulnak döntésért, vagyis van egy nagy gyülekezeted. Hogy kell ezt szinkronba hozni, és mi ebbe az, hogy meg tudnál csinálni mondjuk egy nő? Sokszor vetődik fel a kérdés, hogy Isten milyen nemű. És ugye a mostani feminista teológia átírná mi atyánkot mi anyánkra, és hát eljátszik a gondolattal, nagyon halálosan komolyan persze, hogy mi lenne, ha Isten ős anya lenne, és nem ős atya. De hát az a válasz valószínűleg, hogy igazándiból se egyik, se másik, tehát nem lehet Isten csak férfi szerepben elképzelni, arról nem is beszélve, hogy van a Bibliának olyan igéje, olyan mondata, amiben ő maga nyilatkoztatja ki, hogy ahogy az anya vigasztalja a fiát, úgy vigasztallak én titeket. Na most ez a fajta élmény, a fiúnak az anyához való kötődése, ez más, mint az apához való kötődése, és ebben az anya-fiú kapcsolatban is az örökkévalónak a szeretete és áldása van jelen, tehát Isten nem lehet csak férfi szerepben látni, holott azt gondoljuk, hogy onnan kell levezetni, mert említette a teremtést. Ez ugye picit teológiailag problematikus, mert ez a szó, a bará szó a héberben, ez kizárólag Istennel kapcsolatban említhető csak. Tehát valahányszor előfordul, csak Isten tud teremteni. Ugye teremteni az a semmiből valamit. A többi az alkotás, tehát a meglévőből valamit. Tovább örökítés is nyilvánvalóan más egy folyamatban benne lenni, de hát az valószínű nem változtatható meg, hogy más a férfi szerepe, akár a tovább örökítésben is, bár az ókori régi irodalmakban is megjelenik az a gondolat, Zeus is szeretné átélni azt, hogy milyen, amikor valaki magzatot hord ki önmagában, de hát ezt mi igazán nem tudjuk, és nem is kell, hogy összekeveredjenek ezek a szerepek. Én azt gondolom csak, meg látom, ha látunk menni, vonulni az utcán olyan családot, ahol a férfi elől halad, egyszer épp a Tel Avivi repülőtéren láttam, hogy férfiak haladtak elől teher nélkül, és utánuk jöttek a nők, és cipelték a bőröndöket, ez igazán nem tetszett. De máshogy is látni ilyet, és az a válasz erre, hogy hát nekünk kell harcolnunk, megvédenünk az asszonyt, és ezért kell, hogy a kezünk szabad legyen, és ezzel sok-sok visszaélés is van, de az biztos, hogy ha van fontos férfi szerep, akkor éppen a bajokkal való ütközés és a döntés az, amiben nekik igazán nagy szerepük lenne. Most nemrég járt nálam a svéd érsek, aki egy nő. Először egy nő, és egy nagyon komoly, nagyon figyelemre méltó, nagyon tiszteletre méltó valaki, és hát van király is, ugye. Most hirtelen eszembe jutott, hogy ő is járt nálam második Erzsébet itt a Dankó utcában. Hát most a dedikált számon, képet az irodádban. Hát ugye ő is nő, és a hivatalt, amiről azt gondolnók, hogy hát királylányok vannak, de a király az mindig egy gondterhelt és felelősséget vállaló férfi. De szóval, hogy a döntésnek a súlyossága, szoktuk néha mondani, hogy az talán inkább a férfiakra hárulna.
amitől szabadulni akarván ezt olykor átpasszolják a nőknek helytelenül. Most én úgy látom legalábbis, hogy a mindenható gyorsabb észjárást adott a nőknek, tehát ők hamarabb átlátják a problémát, és gyorsabban fején találják a szöget, viszont a férfiak a maguk komótosságával és hezitálásával masszívabb döntést tudnak hozni. Hát ezzel is nyilván lehet vitatkozni, csak én azt gondolom, hogy ez így van, és azért lehet vitatkozni, mert a világ nagyon felborult, és nagyon eltűntek a férfiak. Épp tegnap beszélgettem egy karnaggyal arról, hogy az elmúlt 100 évben hogy eltűntek a férfi kórusok itt az európai térségben, és akkor megállapítottuk, hogy 2 világháború volt közben, és ez teljesen érthető, hogy hát sok helyről eltűntek a férfiak, éppen például mondjuk a férfi karok is. Ezért ritkultak és szűntek meg végül is, tehát a mai világban pontosan megmondani, hogy mondjuk egy olyan szerep, mint az enyém, hogy apa és nagyapa vagyok, és egy főiskolát igazgatok, vagy különböző hajléktalan szervezeteket, ahol naponta kell 1000 embernek a körülbelül ennyi munkavállaló van itt, de hát Imre is volt nagy vállalatnak a vezetője, tehát ezt pontosan tudjuk, hogy mi mindenben kell dönteni, és nem minden sikerül jól, persze a döntések közül, de a felelősséget vállalni. Szóval én azt gondolom, hogy ha nem is tudjuk megmondani, hogy az örökkévaló milyen nemű, és a kérdés felvetés is buta, mert ránk van kitalálva ez, hogy ilyenek és olyanok legyünk, de mégis, ahol a Biblia kezdődik, és akkor beszélgető társaimtól is elnézést kérek, hogy én innen veszem a példáimat, és az örökkévaló a nagy káoszban azt mondja, hogy legyen világosság, akkor nem a fizikai fényről beszél, hanem a részvételről. Tehát, hogy én vállalom ezt így, ahogy van, és vállalom annak a folyamatnak az elindítását és a benne való állandó fenntartó részvételt, ami most e pillanatban mindenki számára csak káosznak tűnik, és ebből a végén legyen egy aprólékos rend és működő képesség. Tehát legyen világosság, ez azt jelenti, hogy belépek az ügybe, és felelősséget vállalok a dolgokért. Szeretném, parancsolj! Csak a szabad reagálnom, nagyon érdekes gondolatok voltak, amiről az jut eszembe, hogy említetted azt a képet, mi szerint ugye hogy visszaélésekre adott okot az, hogy a férfiak elől mennek, és a nők utána cipelik a csomagokat. Amiről én beszélek, az, hogy a mi kultúránkra ez egyáltalán soha nem volt jellemző. Tehát más kultúrákra igen. De például azt látom, hogy más kultúrákból átvett képekkel is lehet itthon bűntudatot kelteni. Ugye a mi kultúránkra az volt jellemző, hogy a férfi a nehezebb munka, a nehezebb fizikai munka is, ugye ő viszi a zord körülmények között, a veszélyes, tehát amit mindenki utál, tehát mindenféle nehéz dolog, az a mi kultúrák szerint az, hogy én vállalok, a férfi vállal először. Ami marad, az jut a többieknek. Tehát ez a mi kultúránkban a férfi működése. És talán ezzel van összefüggésben a felelősség vállalás is. Hogy amikor a férfi átvállalja a döntést, akkor valójában átvállalja annak a pszichés kockázatát, átvállalja az ódiumát, ugye, hogy használjunk ilyen szavakat, és hogyha rosszul dönt, akkor majd következőkor dönt másképpen, de dönteni mindenképpen kell, mert hanem megáll a rendszer és bizonytalanságba tartózkodik, ha nincsen döntés. A döntéssel kibillentem ebből, és elindul valamilyen úton, amit majd lehet korrigálni. És valószínűleg az, hogy a nők sokkal inkább észreveszik a részleteket, rengeteg információt tudnak átszűrni az ő tudatukon, ez az ő számukra sokkal nehezebbé is teszi azt, hogy néha-néha ezt a nagy döntést meghozzák, és ebben osztoznának. Ugye, tehát ma, amikor otthon egyedül hagyjuk a nőket a döntésükben,
Mert az a divat ma ugye, hogy azt olvassák a magazinokban a férfiak, hogy legyél pihepuha, sosem legyél agresszív, nyomuló. Ezt nyilván a legkönnyebb a kiskaput megtaláljuk, és a számunkra legkönnyebb módon értelmezzük, azt mondjuk, legyen neked igazad, drágám. Töntsd el te, hogy hol menjünk vacsorázni, találd ki, hogy hol menjünk nyaralni, találd ki, hogy hol lakjunk, és legyen úgy, ahogy te akarod. És én elmondom, hogy semmi nem dühíti jobban a nőket, mint ez, holott a férfiak ezt azt gondolják, hogy ezzel jót tesznek a nőnek, hogy ő nem megy bele, hogy ő nem konfrontálódik, még a pozitív építkező vitákba sem megy bele. És valószínűleg a nő el tudja dönteni, minden esetben el tudja dönteni, hogy hová menjünk, mit csináljunk. Egyszerűen a kockázatvállalás pszichés terhén szeretne osztozni, amikor el kell dönteni, hogy hová menjen a gyerek iskolába, és az csak az ő nyakában van az iskola választás, hogy ő elmenjen egyedül öt iskolát megnézni, egyedül ő mondja meg, hogy szerint ez az iskola jó, és egy olyan választás, ami 8-10-12 évre meghatározza akár a gyereknek is az életét, az nagyon nehéz dolog, hogy abba egyedül hagyom. És tehát a férfinak a felelősségvállalással valójában terheket vesz át a környezetétől, hogy ők tudjanak szabadon dolgozni, és a terhét ennek én viselem, néha pszichésen csak, de egyébként, amit mondtam az előző kultúránk szerint, a valós fizikai munkába, a veszélyvállalásba, mindenben is ez a mi dolgunk. A férfi felelősségvállalás tanulható és fejleszthető-e? Ahhoz, hogy egy férfi férfiként tudjon mondjuk az életben a mindennapokban lenni, szerintem elengedhetetlen az, hogy ismerje magát, tisztában legyen a saját maga erősségeivel, képességeivel. És akkor itt kanyarodnék rá arra a gondolatra, amit kérdeztél, hogy tanulható-e. Én úgy gondolom, hogy valamilyen szinten igen. És ez a valamilyen szint pedig az, hogy odafigyelünk magunkra. És hogy, amit az Imre is mondott, hogy ugye nagyon sok helyen elmaradnak a konfrontációk. Nagyon sok helyen elmarad az, hogy alapvetően a kommunikáció. Holott ezek nagyon, szerintem nagyon alapvető és nagyon-nagyon fontos dolgok egy családban. De hogy valami miatt úgy gondoljuk, hogy ha nem beszélünk akár nehézségekről, akár problémákról, azzal megoldjuk a dolgokat, de én ennek éppen az ellenkezőjét látom, mert nem hiába van az, hogy egy működő kapcsolat pár év múlva kimerül, és ugye amit a fogyasztói társadalom is diktál, nem működik, dobjuk ki, akár csak egy háztartási eszközt. Csak hogy ugye itt hibás az alapvető elgondolás, mert nem gondolunk bele, hogy valójában mi miatt nem működik, azt mondjuk, hogy a másik miatt. De valójában aztán, amikor x év múlva belekerülünk egy hasonló helyzetbe, akkor mondjuk ugyanúgy találjuk magunkat. Tehát hosszú távon én úgy gondolom, hogy egy egészséges kapcsolat fenntartásához elengedhetetlen mind a férfi, mind a nő részére az, hogy saját magával foglalkozni tudjon, mert ezáltal akkor azt a megfelelési kényszert is, amit mondjuk próbál a külvilág felé teljesíteni, le tudja vetközni, és el tud indulni abba az irányba, hogy nem azt fogom most már csinálni, amit elvárnak, hanem talán valami olyat is tehetek, amiben örömömet lelem. És itt kapcsolódnék egy kicsit a Gábor gondolatához is, tehát hogy ugye a Bibliában is, hogy legyetek világító torony, vagy az élet sója. Tehát, hogy olyan gondolatokat, olyan eszméket, vagy olyan dolgokat hozzon létre, vagy alakítson az ember, ami tényleg az ő életének az elmúlásával tovább él, egyfajta értéket visz tovább. Tehát, hogyha visszatérve a kérdésedre, én úgy gondolom, hogy ez valamilyen szinten tanulható. A gyülekezetedben nők, férfiak vegyesen vannak, de a köröd férfi kör. Miért nincs női köröd? Van. Szóval, de és nem is erőltetjük, csak havonta egyszer találkozunk ilyen férfi körben, és azt látom, hogy amikor a nők összejönnek, akkor kis tej, a pici kis sütemény van, mi gyakran csinálunk egy pacalt, vagy valami hasonlót. Tehát ott nagyobb zabbantások is vannak, de szóval eszembe jut az, hogy ti vagytok a föld sója. Most a só az önmagában ilyen nincsen, az egy vegyület, nátriumból és klórból áll, más az egyik és más a másik, és úgy külön-külön, hát arra nem alkalmasak, amire végül is tehát nem lehet ételben nátriumot, illetve pucéran így klórt belerakni, mert annak a vége nem ugyanaz az élmény lesz, mint hogyha sót hintünk az ételünkbe.
mikor a Biblia szerint az örökkévaló az ember teremtette, nevezte az ő nevüket Ádámnak. Tehát mind a kettőnek ez a neve, nagyon érdekes egyébként, hogy a másféleképpen is, és a férfi és a nő az is és issá, tehát ugyanabból a szóból fakad, nagyon együvé tartoznak így, hogy mégis kicsit másak. Tehát mint hogy a sóban kétféleség van, tehát én inkább az alá és fölé rendelés helyett azt a fajta normális esetben elkerülhetetlen egymás mellé rendelést gondolnám, ami a kettőt teszi sajátosan áldott tízűvé. Tehát nélküle, ugye a lotov nem jó, először akkor mondja a teremtésben Isten, amikor ránéz a tehetetlen férfire, aki áll az éden közepén, és nem találja a másik zokniát. Jó, most én csak egy paradizálom a dolgot, de szóval, hogy nem jó neki úgy önmagában lenni, hanem össze kell vegyítenem, és akkor, ha szabad még egy kicsit példálóznom, akkor ott van Mózes, akit én nagyon kedvelek, és akinek azt mondja az örökkévaló, hogy a te apád és Ábrahám, Izsák és Jákob istene szól hozzád. De valójában Amrámról gyakorlatilag azon kívül, hogy ő apa volt, semmit nem tudunk, viszont Mózes életét nagyon erősen meghatározzák, nagyon fontos nők, tehát legalább 5-6-ot föl tudok hirtelen sorolni, ugye az anyjával, a nővérével, Miriammal, a fáraó lányával és a többiekkel, a feleségével együtt, akiknek a hatására ő valódi meghatározó férfi lett, aki egy gyülevész hadból népet teremtett, törvényt alkotott számukra, átvitte őket a Veres-tengeren, és így tovább. Szóval hatalmas tetteket vitt véghez, és ott álltak mögötte, körülötte, mellette ezek a csodálatos nők. Tehát inkább arra gondolnék, hogy én nem is tudom igazán külön megmondani, hogy mire jó a férfi. Ugye lehet ilyen mókás dolgokat mondani, mint amivel kezdtem, hogy nem a tyúk meg a tojás, hanem a kakas volt először, de ugyanakkor azt, hogy úgy önmagában nem jó a férfi, és a nő mindig jó, akár egymagában van, akár férfi mellett, de hogy az igazán szép dolog az, hogyha ketten együtt alkotnak valamit, aminek a egyik eredménye, hogy gyermekük születhet, de az összes többi lelki és szellemi érték, amivé, akivé, szóval igazán, hogy mondjam ezt, igazán tartásos férfivé, nő közelében tud az ember lenni. Gyakorlatilag ugye neked egy nagy lyuk van az életrajzodon, amit mond a édesapád hiányáról. Hogyan pótlódott? Te ugye egy rádióban vagy, ahol azzal a közönséggel, akik nem is kevesen vannak, olyan kontaktust kell létesítened, ahol neked kell, hogy oszd az igazat. Hogyan hozod a munkádat és ezt a fajta üres foltot szinkronba? Igazából, ahogy az Imre is korábban mondta, ez egy folyamat. Tehát nagyon sokszor és nagyon hosszú ideig szerettem volna én is ezeket a bizonyos tulajdonságokat kipipálni azon a saját kis listámon, hogy akkor elmondjam, hogy én meggyógyultam mondhatni, vagy hogy behoztam azt az ürességet, amit én így éreztem magamban. De el kellett fogadnom azt, hogy nem tarthatok előrébb, mint ahol valójában tartok. És hogy nem azt kell néznem, hogy mi leszek majd egyszer, vagy hogy egy tökéletes férfi legyek, mert szerintem olyan, hogy tökéletes férfi olyan nincs is, illetve kinek mi a tökéletes. Vannak bizonyos értékrendek, amik nagyon fontosak. És nyilván ez egy nehezebb út volt olyan szempontból, hogy nem csak az apám nem volt ott, hanem a férfi minta is valamilyen szinten hiányzott a családból, mert anyai ágon a nagypapám már akkor nem élt, amikor születtem, és az apai ággal nem volt kapcsolat. Viszont nagyon érdekes az, hogy valójában ugye fizikailag nem volt apám, de kaptam egy gondviselő istent, így 30 vagy 20x évesen, és ezáltal
az a nagyon nagy űr valamilyen szempontból elkezdett betöltődni. És ezáltal ez adott egyfajta olyan biztonságérzetet, ami miatt tudtam tovább menni az úton, és nyilván mellette próbáltam valós férfi példaképeket is keresni, akiknek az értékrendjéből mondjuk sok mindent el tudtam meríteni, illetve nagyon sokat olvastam. Olvastam a témában, próbáltam a tanulmányaimat folytatni, bővíteni, és emellett az önismereti dolgok, amik nagyon sokat segítettek arra, hogy tényleg ebben az űrben valahogy el tudjak indulni. És igen, tehát, hogy egy rádióban vagyok most, és igazából úgy érzem, hogy van tehát a legfontosabb dolgok, amiket én így szem előtt tartok, és ugye nagyon sokat beszéltünk férfias jegyekről, tulajdonságokról, amikre én így próbálok törekedni, az, hogy önmagammal biztonságban legyek. És azokat a dolgokat, amiket én esetleg másoktól is elvárok, első körben saját magamban próbáljam rendezni. Próbáljam megteremteni azt a biztonságot, amit egy férfinek kifele kell sugározni, és próbáljam a dolgokat felelősség teljesen csinálni, elköteleződni, és nem azon problémázni, hogy nekem egy ilyen helyzet adódott, hanem meglátni a helyzetben azt a lehetőséget, ami által mondjuk ez többé tehet. Valamit te szerveztél, ami eléggé reveláció értékű, ez a bizonyos férfi klubot. Milyen céllal, kikkel, hogyan működik most, és mi a perspektívája? A Férfiak Klubja az egy végső soron egy mozgalom, azért adtam neki a Férfiak Klubja nevet, hogy minden faluban, városban kellene olyan kis társaság kerületben, akik ott helyben ennek a lángját életben tartják, és újra, tehát évente néhány olyan dolgot csinálnak, amivel a helyi közösségeknek eszébe jut ismét, hogy mi a dolgunk férfiként. És ehhez mi központilag nyújtunk nyilván. Egy nagyon fontos feladatunk az, hogy most már ugye milliókkal tudunk kommunikálni ennek az eszmeiségnek az építése, ami egy nagyon bonyolult, összetett dolog, de ez ennek a tiszta eszmeiségnek a lehető legjobb összerakása, hogy legyen ami felé közelíteni, hiszen akkor lesz társadalmi változás, én mint közgazdász vágtam ebbe bele, a valódi társadalmi változás igényével, és már eleve az volt a tervem, hogy kizárólag úgy lehet ebből változás, hogyha fölmutatunk egy képet, és mindenki a saját őrhelyén, a saját lakóhelyén, mindenféle körülményének megfelelően egyedül kezd el efele haladni. Tehát egyfajta motivációt kell nekünk efelé nyújtani, amiben a nők hihetetlen jó szolgálatot nyújtanak, mert rettenetesen sok nő kapcsolódik a Férfiak Klubjához, és jelzi vissza, hogy mennyire nagy szükségük van erre az értékrendre, ami mindig egy jó csalja a férfiaknak, mert akkor olyanok akarnak lenni, ha ez a nőknek is tetszik. Ugye? Tehát nagyon érdekes a nőkkel való együttműködésünk. Ezen túlmenően, hogy ezt össztársadalmi szinten megpróbáljuk tenni, ami lényegében ugye jobban hasonlít egy vallás működéséhez, holott ez nem vallás, de maga az, hogy egy eszmeiséget, hogy hogyan legyél jobb ember, ugye ebből a bizonyos szempontból a nőkkel való kapcsolódás is a férfi lét megélése szempontjából, ez mégiscsak egyfajta ilyen lelki metamorfózist igénylő dolog. Ezen túlmenően olyan programjaink vannak, amik valódi kapcsolódási lehetőséget nyújtanak apáknak gyerekeikhez, és az apa motiváció az nagyon-nagyon fontos. Hát apa-fia, apa-lánya, apa-gyerek táboraink vannak. Van a Kultúrát apától programunk, ami arról szól, hogy ma már a 20 éveseknek semmi nem kötődik csak az apjukhoz, olyan, hogy csak apához kötődik egy élmény, olyan nincs. Régebben volt ilyen, volt a autót szereltek, kertészkedtek. A legeslegnagyobb élmény, akit elvittek, ilyen a foci meccsre vitt apám. Aminek nem az őrjöngés volt a lényege, hanem az, hogy bevitte a felnőttek világába. De gyerekként, most belegondolok az ő gyerek lényébe, akkor én a felnőttek világába be tudtam menni. Semmi ilyen nincsen, és ezért mi azt javasoljuk, hogy építsük újra azt, hogy kapcsolódjon apához valami, és ezért csak apával menjenek el minden évben legalább egyszer a gyerekek színházba. Ami azért érdekes, mert ha csak apával mennek, akkor apa lesz az, akitől lehet kérdezni, aki meg tud nyilvánulni, akivel együtt öltöznek, akivel együtt mennek oda-vissza, akivel együtt állnak végig a szünetbe,
Szóval egy nagyon erős kötődésre ad lehetőséget. Ugyanilyen a Válvetve apával programunk, ami apák napjához köthető. Ugye nem tudjuk, hogy apák napját hogyan kell ünnepelni, most, hogy ígyon több sört, vagy nézzen focit akkor is, ha nem szereti, vagy mit csináljon szegény, vagy kapjon egy csokor virágot, az nem jó. De a mély kötődésnek az egyik terepe, pontosan amiatt, hogy a férfiak a munkahelyekre vannak visszaszorulva, az a munkahelyek ellen lehetséges. És azt mondjuk, most éppen cégeket gyűjtünk, akik megengedik, hogy apák napját követő hétfőn, amikor mindig már iskolai szünet, bevihessék az apák a munkahelyekre a gyerekeiket, hogy lássák apát, hogy az apát titkos életébe belássanak, hogy őt mit csinál. És egy igazi mély kötődés lenne nagyon nagy élmény mindenkinek, és ebben azért kell külön a férfiakra fókuszálni, hogy apák vigyék. Mert ha koedukált ilyen lehetőséget nyújtunk, akkor azt fogják mondani, hogy be lehet vinni a gyereket, akkor vidd be te, mondják az asszonynak, ugye. Vagy hogyha nők, férfiak közösen viszik be a munkahelyre, akkor a férfiak tartanak attól, hogy a nők mindig ügyesebbek lesznek, meg ugye, és ebbe a versenyhelyzetben nem szívesen mennek bele. De ha külön apák viszik be egy ilyen napon, akkor ők nem csak a főnökeik, hanem a nők elismerését is meg tudják szerezni így. Van egy példakép díjunk, a Gránit Oroszlán példakép díj apa kategóriában, férfi pedagógus kategóriában, ami nagyon-nagyon fontos, hogy adjunk presztízst a férfi pedagógusoknak ismét, és jöjjenek vissza, mert hihetetlen nagyon nagy szükség lenne rájuk. A felelős üzletember, a mester kategória, aki az életre tanítja őket, és a közéleti személyiség kategória, hogy ők is példaképek. Nem mindegy, hogy hogyan viselkednek, mert óhatatlanul is példaképé válnak. Találunk-e? És találunk a közéleti emberek között hihetetlen jó. Ezek férfi példaképi, Gránit Oroszlán példakép díja neve. És Gránit. Azért nem arany oroszlán, hogy egy férfi ne legyen arany, vagy nem tudom, gyémánt, vagy legyen a Gránit, ami egy ilyen szép is, de azért egy utilitarista dolog. Be lehet építeni, arra lehet építeni bármit. Tehát, hogy felhasználati tárgyak vagyunk mi férfiak az élet szolgálatában. Tehát végső soron még rengeteg ilyen programunk van, a honlapunkon meg lehet ezt nézni. Nálam összesen egyetlen kérdés maradt, amit nem értek. Miért pont a férfiak? Köszönöm szépen a segítségüket. Találkozunk legközelebb a Kényes Egyensúly című műsorban.